Március óta nem volt előadás a Vaskakas Báb Színházban. Több mint 150 előadás maradt el, ami csaknem 60 millió forint bevétel kiesést jelentett a társulat számára, mondta el az évadnyitón az intézmény igazgatója. Kocsis Rozi hangsúlyozta, a bizonytalanság továbbra is nagy, ők azonban úgy tervezik, hogy elindítják a 2020-2021-es szezont, de felkészültek arra is, ha a járvány miatt módosítani kellene az elképzeléseken. Csinálni kell olyan előadásokat, amivel esetleg kis közösségekbe ki lehet menni. Tehát, hogyha érted, hogyha le vannak tesztelve vagy szűrve két színész, egy műszak, akkor azok be tudnak menni kisebb műfázakba. De azért ez semmiképp nem cél, hisz tudjátok, hogy így kezdtük, és nagy nehezen értünk el oda, hogy a színházi csodát és varázslatot itt tudjuk megcsinálni. Végre van hozzá mindenünk. Tesók, Kip-Kop kalapács, Kakasviadal, a széttáncolt cipellők, a Dzsungelkönyve, Csipke Rózsika. Ezek lesznek az új bemutatók. A cél azonban változatlanul az, hogy a legkisebbek mellett a többi korosztálynak is maradandó élményt nyújtsanak, fogalmazott a társulat művészeti vezetője. Zenéssek, prózaik, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek, és nyilván hagyományosat is, meg a kísérletezésnek is adjunk teret. Ezen a nagy színpadon ugye a zenés, illetve a monumentálisabb művek valósulnak meg fönt a kis teremben, illetve az apró teremben, meg talán kicsit a kísérletezőbb vonal. Ez tehát az egyik, a másik meg az, hogy társulati formában működik ez a színház. Marko Róbert hozzátette, úgy állították össze az évad műsorát, hogy mind a 10 színésznek legyen olyan feladata, amely az épülését szolgálja. Dézsi Csaba András polgármester kiemelte, meg kell próbálnunk alkalmazkodni az új helyzethez, a biztonsági előírásokat pedig minden esetben be kell tartani. Ennek a keretein belül nyilvánvalóan lehetőség lesz arra, hogy játszatok ti is a közönségnek, lehet, hogy kevesebb embernek egyszerre, viszont annak is megvan a belsőségesebb légköre, ami szerintem nagyon fontos, hogy visszatérjen az intimitás sokkal jobban a művészetbe, és én megmondom őszintén, úgy érzem, hogy ezek a stadion koncertek és ezek a nagy nézőszáma menő produkciók, ezek kicsit úgy megölik a művészetnek a lényegét, ami abból áll, hogy a művész és a közönség között kialakuljon egy kontaktus. 2021-ben lesz 30 éves a Vaskakas Báb Színház, és Győr is ekkor ünnepli szabadkirályi várossá nyilvánításának 250. évfordulóját. Ennek apropóján a társulat több különleges produkcióval készül. Nem csak a Vaskakas legenda elevenedik meg az utcákon, egy különleges kiállítás is nyílik otthonuk tetején. Csodálatos, lapos, fantasztikus, biztonságos, körbe falakat, tehát nem lehet késni, és oda gondoltunk egy olyan kiállítást, egy 30 évről szóló, akár bábok, akár plakátok, akár fotók, akár mozgóképek, amire ilyen kalantúrával lehet följutni a színház különböző részén, tehát hogy egyben van kötve egy kulisszajárással is, tehát hogy a színház hátsó traktusának megismerésével, plusz egy történelmi visszatekintés a Mámia Vaskakas Báb Színház történelmét illeti. Az évadnyitón elhangzott az is, hogy az idén elmaradt 13. helyett jövőre a 14. Györkölc Fesztivált rendezik meg, illetve apró ajándékkal köszöntötték a társulat két új tagját, Tóth Klárát és Gerbert Juditot.